Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. Hát nem tudom, hogy ennek a videónak az legyen a címe, hogy a mondat, ami megváltoztatta az életem, vagy az, hogy hogyan lehet fillérekből világítást csinálni YouTube videókhoz, de szerintem kezdjük ez utóbbival. Mindjárt csinálok egy kis fényt, felgyújtom a hősugárzót. Azt látjátok, hogy ez így még nagyon-nagyon nem tökéletes, már csak a színek miatt sem, viszont van itt egy kis LED lámpa. Ezzel meg tudom világítani az arcomat, ezzel viszont nagyon-nagyon kiég ez a rész, úgyhogy papírtörülközőből egy réteget leválasztottam, ezt egy diffúzorként ide felrakom. Már is sokkal jobb, viszont az arcomnak ez a fele teljesen árnyékban van, úgyhogy ehhez egy ilyen nagy flipchart papírt használok, amit ha felrakok ide, már is megvan a tökéletes stúdió technika, legalábbis amit ezek között a körülmények között el lehet érni, de hát ebből is érzitek, hogy ez nem egy szokványos videó lesz, mert hogy kim vagyok éppen a birtokon. Sokan kértétek, hogy megmutathatnám, hogy mi is az, ami itt zajlik, meg egyáltalán mi ez az egész birtokos dolog. Legalábbis Instagramon szoktatok írni, amikor kiposztolok innen dolgokat, és ez nem ilyen influencer szöveg, hogy nagyon sokan kértétek, tehát egy ember megjegyezte, hanem tényleg időnként felvetődik ez a kérdés. De egyébként is akartam erről beszélni, különösen azért, mert most, hogy végeztem odakint a munkákkal, egy kicsit elfáradtam, leültem, merengtem az élet értelmén, de leginkább a saját életem értelmén, és azon, hogy mi minden történt velem az elmúlt néhány évben, ebből csináltam egy rövid jegyzetet. Nem azért, mert nem emlékszem, hogy mi történik az életemmel, hanem azért, hogy ne csapongjak nagyon. Amit az elején elkezdtem mondani, hogy akár az is lehetne a cím, hogy a mondat, ami megváltoztatta az életem, azt mindannyian érezzük, hogy eléggé clickbait gyanús, de van alapja. Viszont ez a mondat a videó végén lesz, előbb azt kell megérteni, hogy hogyan jutottunk ide egyáltalán már, ami az életemet illeti. Hát akkor kezdjük. Nem fogom elsütni azt a poént, hogy egy hideg januári napon születtem 1981-ben, tehát nem megyek vissza egészen odáig, hanem nagyjából az érettségig, amikor el kellett dönteni, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni. Én nagyon szerettem a biológiát, nagyon szerettem a fizikát középiskolában, úgyhogy az volt az egyik elképzelésem, hogy biológia-fizika szakos tanár leszek, vagy ha az nem, akkor mindenképpen biológusnak akartam menni, viszont egy osztálytársam javaslatára bejelöltem a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kertészmérnök szakát is, amiről őszintén szólva azelőtt a nap előtt semmit nem hallottam, sőt először azt hittem, hogy az, hogy kertészeti egyetem, az valami poén. Szóval ebből is lehet látni, hogy a mezőgazdasághoz való kötődésem az nem volt túl erős fiatal koromban. Mondjuk Miskolc belvárosában nőttem fel, úgyhogy ebből is lehet következtetni arra, hogy nem egy agrár dinasztiának vagyok a legújabb sarja, viszont a helyzet úgy hozta, hogy a kertészetire mentem tovább tanulni, és ez volt az első találkozásom az agráriummal. Az első két évben rengeteget vakartam a fejem, hogy biztos, hogy ez kell nekem. Azt láttam, hogy rengeteg alapozó tárgyunk van, növénytan, fizika, kémia, géptan, meg mindenféle egyéb dolog, de azt nem láttam, hogy hova vezet ez az egész. Egészen addig, amíg 2001-ben nem kaptam egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba, amikor New Yorkban és Floridában kezdtem dolgozni gyakornokként különböző arborétumokban és botanikus kertekben. És ez volt az, ami nagyon megváltoztatta a hozzáállásomat az egészhez. Itt értettem meg először, hogy lehet máshogy is viszonyulni a természethez, nem csak úgy, hogy kimegy az ember az erdőbe és rácsodálkozik a különböző állatokra meg növényekre, hanem úgy is, hogy alakítva is lehet viszonyulni a természethez, és ez valami fantasztikus érzés volt ez a felismerés. Olyannyira, hogy amikor visszajöttem Magyarországra, akkor sokkal, de sokkal nagyobb lendülettel vetettem bele magába a tanulmányokba is, mert hogy volt már valami gyakorlati ismeretem, volt valami gyakorlati tapasztalatom, úgyhogy teljesen máshogy tudtam hozzáállni magához a tanulmányokhoz is.
És az volt még eredetileg az elképzelésem, hogy amikor szakirányt kell választani, akkor talajtanra szeretnék menni. Egyrészt azért, mert nagyon vonzanak a komplex témák. A talajnál komplexebb dolgot pedig ezen a területen nagyon nehezen tudnék elképzelni. Másrészt pedig azért, mert eleve érdekelnek az ilyen mikrobiológiai dolgok, mert hogy talaj mikrobiológia volt az, ami igazán foglalkoztatott volna. Hát aztán a tanszéken nem volt túl nagy fogadókészség a lelkesedésemre, úgyhogy váltottam és növényvédelem szakirányra mentem ehelyett. Azon belül is kifejezetten kortannal kezdtem foglalkozni mélyebben. Ott kapcsolódtam be TDK kutatásokba, és végül az a téma volt az, amiből a doktorimat is csináltam később. Mondjuk az a vicces, hogy a PhD papíromra az van írva, hogy a növénytermesztési és kertészettudományok doktora, annak ellenére, hogy a doktori iskolában messzebb nem is kerülhettem volna a földtől, mert hogy folyamatosan egy laborban voltam, és alapkutatásokkal foglalkoztam. Egy olyan kutatócsoportban dolgoztam, ahol azt próbáltuk megérteni, hogy milyen folyamatok mennek végbe a sejtekben, amikor vírusok meg baktériumok támadják meg őket. Úgyhogy ez egy fantasztikusan izgalmas téma, de a földtől, a növénytermesztéstől egész biztos, hogy távol áll. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire. Let me get hurt. Voltak persze más munkáim is, amit nagyon szerettem. Rajongtam például azért a munkáért, ami a Csodák palotájában zajlott. Nagyon szerettem azokat a kihívásokat, amik a lisszaboni munkahelyemen vártak rám. Nagyon élveztem interjúkat csinálni, amikor rádiós újságíróként dolgoztam, de valahogy mindig az az érzésem volt, hogy akkor voltam a legboldogabb munkaterén, amikor az arborétumokban dolgoztam, mert az valami egészen más minőségű munka, amit ott végez az ember, annak ellenére, hogy megbecsülésben, meg pénzben, meg ilyenekben, az valószínűleg, hogy ez nem igaz. Viszont maga a munka, maga az, hogy a természettel dolgozhattam, az szuper volt. Ez többször szerintem nem fogom elmondani. Meg jó, hogy csináltam jegyzeteket, hogy ne kalandozzak el, ehhez képest alig néztem bele eddig. Viszont valahol ott tartottam, hogy növényvédelem szakirányra mentem, aminek az a lényege, hogy ott a hallgatók megtanulják, hogy hogyan kell megfelelő termésbiztonságot garantálni, úgy, hogy közben egészséges élelmiszer alapanyagokat tudjunk előállítani, amit aztán a fogyasztóknak át lehet adni, és ez szerintem nem kell részletezni, hogy mennyire fontos, hogy mi kerül az asztalunkra, és ez milyen minőségű. Ez a terület szerintem legalább annyira komplex, mint a talajtan, hanem még komplexebb, mert hogy itt a talajtani adottságokat ugyanúgy figyelembe kell venni, mint mindenféle éghajlati viszonyokat, meg növénybiológiát, meg az állatoknak a biológiáját, amik eszik azokat a növényeket, stb. 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 Erre szerintem majd egyszer máskor vissza fogunk térni. Amikor lediplomáztam, egyrészt felvetődött lehetőségként, hogy menjek doktori iskolába, a másik pedig, akár hiszitek, akár nem, az volt, hogy vennék valahol Borsodban terveim szerint egy földet, és elkezdenék gazdálkodni. A harmadik opció az volt, hogy egy reklámcéghez elmegyek copywriternek, ott az első munkanapomon bementem, és azt mondtam, hogy bocsi, felvettek doktori iskolába, úgyhogy az első opció jött be, és onnantól kezdve, mint már említettem, elég messzire sodródtam a földtől. Viszont 8-10 évvel ezelőtt megkeresett egy tévés csapat, akik egy olyan adáskoncepciót vázoltak fel nekem, amivel egyszerűen azonnal beleszerettem. Korábban is kerestek már meg különböző tévécsatornáktól, hogy csináljunk valami kísérletezős vagy természettudományos ismeretterjesztő műsort, amik szintén nagyon jók voltak, és gyártottuk is folyamatosan az előkészítő munkákat, viszont ez mindentől nagyon-nagyon különbözött. Egy valóságsó lett volna. De nem úgy valóságsó, ahogy általában elképzelitek a Big Brother-t meg ezeket, hanem egy rettentően lepukkant, elhanyagolt, egykori szőlőültetvényt kellett volna újra termesztésbe visszahozni. És az, hogy lepukkant, az nem azt jelenti, hogy gyomok voltak mindenütt, hanem konkrétan egy dzsungelt kellett volna először kiírtani, és ennek én lettem volna a főszereplője, én vittem volna végig az egészet. Hangsúlyozom, hogy ez nem egy kertészmagazin lett volna, hogy így mezd a szőlődet, hanem egy nagyon összetett világot mutatott volna be, azt, hogy hogyan kapcsolódik össze a mezőgazdaság, a táj, a kultúra, akár a jog is, a gazdaság és egyéb különböző dolgok.
nyilván az ültetvény szempontjából, és közben pedig azt láttuk volna, hogy hogyan alakul át az a dzsungel, az a romhalmaz egy tényleg működő, élő dologgá. Ebből a tévéműsorból bár leforgattunk anyagokat, gondolom nem árulok el titkot, hogy nem lett semmi, mint ahogy a másik 14-15 tévéműsorból, aminek az előkészítésében részt vettem, azokból sem lett semmi. Úgy látszik, hogy nem vagyok egy jó ómen a tévétársaságoknak, de azért nem adtuk fel a dolgokat. A műsornak az volt a munkacíme, hogy a szuperparaszt, ami érthető okokból nem igazán nyerte el maximálisan a tetszésemet, úgyhogy elképzelhető, hogy nem ilyen címen ment volna adásba. Viszont a koncepció nagyon-nagyon megtetszett. Viszont nem csak mint tévéműsor ötlet ragadt belém, hanem úgy általában az az elképzelés, hogy hogyan lehet hozzányúlni úgy egy területhez, hogy közben kísérletezni is tudunk mindenféle dolgokkal, nem kell feltétlenül zsigerből a jelenleg alkalmazott technikákat elővenni, hanem néha visszanyúlhatunk régi dolgokhoz, ezt ötvözhetjük mondjuk a high-tech-kel, és különböző egyéb megfontolások is zakatoltak folyamatosan a fejemben, miközben a 7. kerületi 24 négyzetméteres jóformán ablaktalan lyukban ültem, és csak azért ablaktalan, mert ha kinyitottam volna a sötétítőt, akkor Ica néninek a száradó bugyjait láttam volna, ami elég messze áll az előbb felvázolt elképzeléstől. Jó menet közben elköltöztem 2 évre Portugáliába, aztán amikor visszajöttem, Zuglóba költöztem, ami azért klasszisokkal jobb ebből a szempontból, de még mindig nem ugyanaz, mint amikor bele tudod nyomni az ásót a földbe. Másfél-két éve pedig egy olyan fázisba ért az életem, amikor úgy éreztem, hogy szükségem lenne egy váltásra, úgyhogy elkezdtem járni az országot és kerestem olyan telkeket hónapokon keresztül, amik megfelelnének az elképzeléseimnek. És az elképzelések között igen, az is ott volt, hogy lehetőleg legyen jó nagy dzsumbuja területen, hogy lássam a munkámnak az eredményét. Tudom, ez elég extrém, viszont az ilyen elhanyagolt telkek azok általában olcsóbbak is, a büdzsém az nem magas. Ne fussunk ilyen gyorsan át az anyagiak kérdésén, ugyanis ez egy sarkalatos pont. Szerettem volna, ha nem kerül sokba, nem azért, mert egyébként megengedhettem volna egy sokkal drágább telket is, hanem azért, mert fontos érezni azt, hogy mi az az érték, amit én magam hozzá tudok tenni a telekhez, és nem feltétlenül abból adódik, hogy itt készen van benne minden. És itt jön az a mondat, amire utaltam, hogy megváltoztatta az életem. Nem változtatta meg, de annyira jól rezonált egyébként is a gondolataimmal, hogy azóta szinte teljesen belém égett ez a gondolat, pedig nagyon ritka az, hogy egy mondatra ennyire rá tudok cuppanni. Szóval nem tudom, követitek-e Instagramon Orosz Pétert, hogyha nem, akkor be fogom rakni a linkjét, legalábbis az Instagram profiljának a linkjét a leírásba. Ő az, aki beutazza Ázsiát, közben pedig mindenféle észrevételeket tesz, gyalogtúrákat tesz Japánon keresztül, meg mindenfelé mászkál, és nagyon élvezem részben nézni a képeit, részben pedig olvasni a sorait. 2018 novemberében posztolta ezeket a körtéket egy üzbék piacról, ami önmagában még nem lenne túl izgalmas, de a poszttal együtt válik teljessé a történet. Fordítom nektek azt a mondatot itt élesben, amit írt. Egy közepes jövedelmi viszonyú ország, mint Magyarország, abban a helyzetben van, hogy az emberek túl gazdagok ahhoz, hogy maguknak termeljenek, de túl szegények ahhoz, hogy megengedjék maguknak a minőséget. Ez szerintem nagyon fején találta a szöget, mert nem csak arról van szó, hogy a nagyvárosok belvárosaiban, ahol eleve tér is alig lenne a növénytermesztésre, az emberek nem nagyon termesztenek, hanem sokkal egyszerűbb elmenni és megvenni a boltban a zöldségeket, mint például otthon magunknak megtermelni. Akár olyan helyeken is, ahol erre egyébként lenne lehetőség. Ezt a vonalat ebben a videóban nem fejtem ki bővebben, de a lényeg, hogy ez a poszt 2018 novemberében született, akkor, amikor volt ugyan 3 nagyjából befutó telek, ami közül választani kellett volna, és kezdett egy kicsit alább hagyni a lelkesedésem, viszont elolvastam ezt a posztot, és adott egy akkora lökést, hogy végül annak az évnek, 2018 decemberének a legvégén aláírtuk a szerződést erre a 2400 négyzetméteres telekre,
És 2019. január első hetétől lényegében földbirtokos lettem. Hogy milyen kihívásokon mentem végig az első évben, illetve mi minden vár még rám a jövőben, arra majd későbbi videókban vissza fogunk térni, de nyugi, nem alakítom át ezt a csatornát egy agrárcsatornává. Rövidesen jön majd kísérlet, és lesznek egyéb természettudományos ismeretterjesztő témák is. Viszont ez a rész nagyon-nagyon közel áll hozzám, és egyre többször azt fogjátok látni, hogy innen fogom csinálni a videókat, a hagyományosokat is. Szóval ennyi magyarázat mindenképpen kellett a történethez. Na jó, indulok haza, mert otthon van a gépem, amin meg tudom vágni, de egyre inkább tervezem azt, hogy az idő nagy részét itt fogom kint tölteni, és itt alszom, hát ha nem is a csillagos ég alatt, de ebben a kis faházban. Sziasztok!